5%-os emelést kér a kormánytól a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa, miután kiderült, hogy a 27%-os nyugdíjas infláció május elejére felemésztette az évelei 15%-os emelést és a 13. havi juttatást is. Juhász László elnök szerint a legnehezebb helyzetben az a közel 1 millió idős ember van, akiknek a nyugdíja a 150 ezer forintot sem éri el. Mennyire érzi a drágulást? Szép nagy. Nézze, én már átértem egy inflációt a háború után, úgyhogy már edzett vagyok. Nem szoktam sok mindent venni. Egyedül vagyok, nekem elég egy kis paprika, paradicsom, az kész. Hiába az évelei 15%-os emelés és a plusz egy havi juttatás, május elejére mindent felemésztett a 27%-os nyugdíjas infláció. A Nyuszet 5%-os emelést kér a kormánytól. A nyugdíjasoknak semmilyen tartalékuk nincsen, főleg az alacsony nyugdíjasoknak. Egyik nyugdíj fizetéstől a másikig éppen, hogy csak megélnek vagy beosztják a nyugdíjakat. Legnehezebb helyzetben azok vannak, akik 150 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak. Élelmiszerre 60 ezer forint, háztartási célokra 15, gyógyszerekre pedig 14 ezer forint. Átlagosan Juhász László szerint ennyit költenek a nyugdíjasok egy hónapban ezekre a tételekre. Ha az előbb általa említett 150 ezer forintos nyugdíjat vesszük alapul, ez alapján könnyen kiszámítható, hogy naponta mindössze 2000 forintjuk marad az időseknek. 640 ezeren még kevesebből, mindössze 140 ezer forintból gazdálkodnak. Karácsony Mihály emlékeztetett, a kormány a költségvetési törvényben 15%-os inflációt jósolt. Mostanra azonban még a Nemzeti Bank is magasabb értéket prognosztizál. A nyugdíjas parlament elnöke emelés sürget. Minimum most egy 7-8% nyugdíjemelésre szükség lenne, hogy ne a nyugdíjasok hitelezzenek, mert most hiteleznek a nyugdíjasok, mert fogyasztja a drága inflációval megterhelt árut, és majd esetleg később kap kompenzációt. Farkas András szakértő szerint módosítani kellene az emelés rendszerét. Az élelmiszerinfláció 40% fölötti, és a nyugdíjasoknak majdnem a fele jövedelme arra megy el, hogy élelmiszert vásároljanak. Emiatt kell mindenképpen egy évközi emelést is beiktatni, aztán majd meglátjuk, hogy novemberben kell-e még esetleg további korrekcióra sort keríteni. Levélben kerestük a miniszterelnökséget. Azt szeretük volna megtudni, hogy a kormány tervez-e évközi nyugdíjemelést, illetve a havi vagy akár a negyedéves nyugdíjemelési rendszer bevezetését. Erre nem kaptunk választ, de a pénzügyminisztérium azt írta, hogy a nyugdíjasok életszínvonala is mindenek előtt a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségektől függ. A kormány célja az infláció egyszámjegyűre csökkentése, valamint a bérek és a nyugdíjak védelme. 60 kamikáze drónt lőttek ki ukrán célpontok ellen az orosz erők, ebből 36 Kijevet célozta. Az ukrán hadsereg azt közölte, hogy az iráni gyártású drónok jelentős részét megsemmisítették. Ezeknek a roncsai azonban gyakran lakott területekre hullottak, jelentős károkat okozva ezzel. Legkevesebb 5 ember megsebesült Kijevben orosz dróntámadásban. Ugyanaz ukrán légvédelem kilőtte a drónokat, a lehulló roncsok is súlyos károkat okoztak, például ebben a több emeletes társasházban. A támadás helyszínére ment az ukrán főváros polgármestere. Az egyik épület lakásában vagyunk, 36 kamikáze drón repült a városunk felé, a légvédelmi rendszerünknek hála mindegyiket lelőttük. 5 megsebesültek és 2 kórházban vannak. Azonban senki nem vesztette életét, ami nagyon fontos, mondta Vitalij Klitschko. A főváros mellett Herszonban is fedezékbe kellett menni a lakosságnak, ahol az elmúlt napok támadásai miatt 3 napos kijárási tilalom volt érvényben a hétvégén. Véget ért a kijárási tilalom, de az emberek követték a légiriadót és bent maradtak az óvóhelyeken, mondta ez a nő. Odesszában egy raktárépületet ért rakéta találat. Az ukrán katonai tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában 16 rakétatámadás történt az ország 4 régiójában. Oroszország azt közölte, hogy ukrán drónokat lőttek ki a Fekete-tenger felett, és a Krím felszigetet is támadás érte. Eközben Bahmutban valamivel több mint 2 négyzetkilométer maradt ukrán ellenőrzés alatt, a Wagner zsoldos sereg vezetője szerint. Jevgenyi Prigozsin legfrissebb közleményében azt állította, hogy folytatják az előretörést az ostromlott városban, de még várják a nekik beígért lőszer utánpótlást. Korábban Prigozsin kivonulással fenyegetőzött, de mivel ígéretet kapott a szállítmányra, egyelőre a zsoldosai tovább harcolnak Bahmutban.
Megoldhatónak és korrektnek nevezték a híradónk által megkérdezett diákok a matematika érettségit. Többségük nehezebb feladatokra számított. A mateking.hu alapítója szerint ugyanakkor meglepő volt a feladatsor, és szerinte elkezdődött egy trend, aminek a vége az lesz, hogy bizonyos feladattípusok teljesen el fognak tűnni a matematika érettségiből. Kedd reggel 75 ezer diák állt neki a matematika írásbelinek. Szerintem nem volt annyira durva. Én azt mondanám, hogy korrekt. Hány éle van egy 7 pontú teljes gráfnak? Adott a 2x meg 5y egyenlő 19 egyenletű f egyenes. Adja meg az f egyenes és az y egyenlő 5 egyenletű egyenes meccéspontjának koordinátáit. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel találkoztak a matematika érettségi első részében a diákok. Én igazából több nehezebb feladatra készültem, úgyhogy nekem ez ilyen kellemes csalódás volt. Elvárták, amit el kellett. Találkoztam már könnyebben. Idén közel 71 ezer középiskolás diák adott számot matematika tudásáról középszinten, míg emelt szinten több mint 4500-an. Középszinten olyan példákkal találkozhattak az érettségizők az első részben, mint például a gráfok, a halmazok, a százalékszámítás, a függvények, a mértani sorozat vagy éppen a gömb sugara. A második feladatlapon már függvényes és geometriai példákat kellett megoldani, vagy egy rombuszt elemeztek, illetve volt egy százalékszámítós példa is a föld népességének apropóján. A híradónk által megkérdezett matematika tanár szerint meglepő volt az idei feladatsor, és az átlagosnál kicsit nehezebb is. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy jövőre az új NAT miatt egész más vizsga vár az érettségizőkre. Egy picit kezd beszűkülni az érettségén előforduló feladattípusok palettája, és egyre inkább bizonyos feladattípusok nagyobb hangsúlyt kapnak, és ha esetleg valakinek ez mond valakit, és érdekes info, hogy a koordináta geometria, ami tulajdonképpen egyre kevésbé jelentős, az idén is csak 4-5 pontot ért, és leginkább csak a kis feladatok között szerepelt, és az tulajdonképpen előbb-utóbb teljesen el is fog tűnni az érettségiből. Mosóci András szerint irreálisan nagy hangsúlyt kapnak a függvények. Tavaly is volt egy ilyen feladat, ami kicsit meglepte a diákokat, idén majdhogy nem szóra ugyanazt a feladatot láthattuk viszont. Idén a korábbi évekhez képest látványosan többen, 126 ezeren adták le a felvételi jelentkezéseket, de ennek az oktatáskutató szerint nem demográfiai okai vannak. Most van egy fellendülő szakasz, tehát együtt ez a válság kezelése a családoknak, a jövőkép, tehát hogy hogyan tudja ez befolyásolni maga a felvételi rendszer és a COVID utáni állapotok, ezek mind olyan tényezők, amik véleményem szerint együttesen okozzák ezt a fajta változást. Szerdán a történelem tantárgyal folytatódik az érettségi. A győzelem napját ünnepelték Moszkvában. Az esemény alkalmából Vlagyimir Putyin a moszkvai Vöröstéren mondott beszédet, amelyben véres konfliktusok szításával vádolta a nyugatot. Az Ukrajna elleni agresszió kezdete óta most először ismerte el, hogy országa háborúban áll. Eközben Ursula von der Leyen Kijevbe látogatott, hogy az ukrán elnökkel találkozzon. A győzelem napján sem csitult a rakétatűz Ukrajnában. Bár Kijevben több házra hult lövedékekből származó törmelék, az ukrán légvédelmi rendszerek kivédték az orosz rakétatámadásokat. Moszkvában nagyszabású katonai felvonulásokkal ünnepelték a náci Németország felett aratott második világháborús győzelmet. A rendezvényt komoly biztonsági intézkedések előzték meg, miután néhány napja dróntámadás érte a Kremlt. A korábbi évekkel ellentétben a világvezetői közül senki sem vett részt az eseményen. A civilizáció újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, újra háború robbant ki hazánk ellen, mondta ünnepi beszédében Vlagyimir Putyin, aki az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdete óta következetesen kerülte a háború kifejezés használatát. Az elnök emellett megemlékezett azokról a katonákról, akik a szövetségesekkel harcoltak a II. Világháború alatt. Az államfő emellett hangsúlyozta, a nyugat elfelejtette, hogy a náci Németország legyőzésében milyen fontos szerepet játszott a Szovjetunió. Putyin ezután megköszönte az Ukrajnában harcoló orosz katonák szolgálatát is. Az ország biztonsága tőletek függ. Oroszországért harcoltok. Az egész nemzet egységesen támogatja hőseinket, állította az elnök. Eközben Lengyelországban tüntetők állták el a varsói orosz nagykövet útját, aki koszorúval akart tisztelegni a nácizmus ellen harcoló szovjet katonák előtt. A demonstrálók az orosz agresszió illusztrálására maketteket állítottak fel, és a több mint egy éve tartó háború ukrán áldozataira emlékeztek.
az Európa nap alkalmából Ukrajnába látogatott Ursula von der Leyen. Jó újra Kijevben lenni, ahol minden nap azokat az értékeket védik, amelyek olyan fontosak nekünk, mondta von der Leyen a Twitteren. Az Európai Bizottság elnöke meglátogatott egy ukrán katonák tiszteletére felállított emlékművet, majd Volodymyr Zelenszkijjel találkozott, akivel többek között Ukrajna-európai integrációjáról is beszéltek. Az ukrán államfő elmondta, reméli, hogy minél hamarabb kivetik a tegnap bejelentett Oroszország elleni 11. uniós szankciócsomagot. A szlovák átlagkeresetből is 7 hónappal hamarabb lehet félretenni annyit, amennyi egy autó megvásárlásához kell, mint a magyar átlagbérből. Ha a német vagy az osztrák fizetés reál értékét nézzük, még nagyobb a különbség. Ott átlagosan harmadannyi idő alatt összejön az autóvásárlás egy átlagkereső számára. Az általunk készített felmérés természetesen nem reprezentatív, szúrópróbaszerűen választottunk ki egyes termékeket és országokat. A bérek önmagukban nem sokat jelentenek, az a lényeg, hogy mit lehet azokból megvenni, jelentette ki Nagy Márton gazdasági miniszter a gazdasági bizottság előtt. A gazdasági szakértő szerint ebben a miniszternek igaza van, viszont ebből az összehasonlításból a magas infláció miatt nem jöhetünk ki jól. Most már minden jóslat szerint ez a 15-nél jóval magasabb lesz, inkább 19% körül várható az infláció, tehát ez az ollónak a nyílását eredményezi. Híradónk megvizsgálta, nemzetközi mércével mérve mire elég a magyar átlagbér. Itthon a nettó átlagbér nagyjából a 30%-a a német és az osztrák átlagkeresetnek, majdnem 100 euróval kevesebb, mint a szlovák, viszont 150 euróval több, mint a román. Az első vizsgált termék az üzemanyag. 95-ös benzinből Magyarországon 601 liter benzin talkolható az átlagbérből. Németországban és Ausztriában ennek több mint háromszorosa. Szlovákiában is kicsivel több, Romániában valamivel kevesebb tankolható. Az úgynevezett Big Mac Indexet nemzetközileg is számon szokták tartani. Ugyanannak a hamburgernek az árait vizsgálva egy havi fizetés itthon 319 szendvicsre elegendő. Németországban és Ausztriában kétszer ennyire. Szlovákiában ugyanakkor 30%-kal kevesebb hamburger jön ki belőle. A kilátások sem túl kedvezőek. Gáspár András szerint közelebb járhatnánk a nyugathoz, de Magyarország nem jól használta ki a jó éveket. Olyan országokban is a vásárlóerő az vagy elhagyta, vagy pedig közelíti a magyar szinteket, amelyekhez képest korábban Magyarország egy erősebb gazdaságnak, egy gazdagabb országnak tűnt. Áramból Németországban a havi fizetésből 7%-kal kevesebb vásárolható, mint hazánkban. Ausztriában viszont mintegy 40%-kal több. Szlovákiában és Romániában sokkal kisebb fogyasztás jön ki a havi bérből. Fontos megjegyezni, hogy Magyarországon a rezsicsökkentett lakossági árat vettük számításba, ami nagyjából a fele a piaci árnak. Az utolsó vizsgált termék egy konkrét középkategóriás autó ugyanazon modellje. Itthon átlagosan 30 havi fizetésből lehet ezt az autót megvásárolni. A német és az osztrák vásárlóknak harmadennyi idő elég erre. Még Szlovákiában is 7 hónappal kevesebbet kell dolgozni az autóért. Románia pedig pont azon a szinten van, mint Magyarország. Ez egy rendkívül összetett és bonyolult folyamat. Gáspár András összefoglalva elmondta, a magyar bérvásárló erejének növeléséhez az kell, hogy létrejöjjön a megegyezés az Unióval, valamint fontos lenne az euró bevezetése. A szakember szerint ezt a célt segíteni a tudásalapú gazdaságra való átállás a mostani energiaigényes gazdaságról. A bíró lélek jelenlétének köszönheti egy fiatal focista az életét, aki az egyik borsodi megyei meccsen esett össze. Amikor a játékvezető látta, hogy baj van, nem pánikolt, hanem azonnal megkezdte az életmentést, amit addig folytatott, amíg a mentők ki nem értek. A Gönc Sátoraljaújhely találkozón a játékos egy szabályos becsúszás után esett el úgy, hogy erősütést kapott a fejére. Megpróbált felállni, de összeesett. A bíró azonnal odarohant, megkezdte a beavatkozást. Stabil oldalfekvésbe fektették a játékost, és biztosították a légutat. Ezután jöttek a nehezebb pillanatok, hiszen még mindig nem volt magánál a fiatal játékos, és hosszú perceknek tűntek, amik másodpercek voltak természetesen. Szerencsére visszajött, és akkor már ott volt a sátorolhely stáb is, Bandi bácsi és Zsolti, és azonnal tudtak segíteni precízül a továbbiakban. Az érettségi előtt álló fiú miután magához tért, olyan gyorsan felépült, hogy a vizsgáit sem kellett elhalasztani. Kerestük, de nem értük el. A játékvezető azt mondta, a meccs hangulata ezután teljesen megváltozott. Mindenki megijedt természetesen, volt olyan hazajátékos, aki inkább elsétált onnan, mert tényleg a látvány azért az kemény volt, viszont be kell valljam, hogy én nekem is azért, mire kitisztult a kép, addig nekem is a lábomból kiment az erő.
Mentőhelikopter segítségére volt szükség egy másik helyszínen, ebben a Salgótarjáni iskolában, ahol egy hetedikes diák testnevelés órán lett rosszul, őt is újra kellett éleszteni. Egyik kollégánk azonnal és szakszerűen eljárva hozzájárult a gyermek életének megmentéséhez. Defibrillátorok is vannak egyes tagintézményeinkben kihelyezve, de erre nem volt szükség, köszönhetően a kollega gyors és kemény helytállásának. Az életmentő pedagógus nem kívánt nyilatkozni. A Salgótarjáni Oktatási Intézmény korábbi már nyugdíjas igazgatója azt mondta, a tanárokat folyamatosan felkészítették a hasonló rendkívüli helyzetekre. Volt lehetőség felfrissíteni az újraélesztés elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteiket, illetve ahol tudtunk, defibrillátort szereztünk be. Úgy tudjuk, hogy a hetedikes diákot Budapestre vitte a helikopter. Állapotáról nem kaptunk tájékoztatást. Egyre több skarlátfertőzöttet izolálnak a gyermekorvosok az utóbbi hetekben. A betegség újbóli megjelenése egyértelmű összefüggésben áll a COVID-járványa. Pánikra azonban nincs ok. A skarlát antibiotikum kúrával eredményesen kezelhető. Így néz ki egy skarlátos gyermek, miután a néhány napos lappangás idő után megjelenik a testen az összefüggő kiütés. A kiütéssel járó torokgyulladás klinikai képét látjuk. Ez úgy indul, hogy hirtelen láz, erős torokfájdalom, hidegrázás, kisebb gyerekeknél sokszor hányás, hasi fájdalom is társulhat mindez, és nem sokkal később megjelennek teszelt a finom elemű kiütések. A betegséget a Streptococcus pyogenes baktérium okozza, ami a tüszös mandula gyulladásért is felelős. A skarlát csak ritkán jár kórházi ápolást igénylő tünetekkel. A szakember szerint ugyanakkor felnőtt korban sem szabad félvárról venni a betegséget. Ha a páciens nem kap antibiotikumot, akkor ami elég ritka, hogy szövődményeket hozna létre, de azért szív, vese és ízületi szövődmények is keletkezhetnek a felnőtt korban. Magyarországon eddig 2500 skarlátos beteget regisztráltak. A járványügyi szakember szerint nem kell tartani olyan járványtól, mint ami a SARS-CoV-2 vírus okozott. Egyes esetekben azonban az elkülönítés ajánlott lehet az iskolákban, óvodákban. Amikor egy ilyen eset, vagy egy-kettő már egy közösségbe kialakul, akkor azért ugye mindenképpen izolálni kell, de egész más egy osztálygyereket, vagy akár több osztálygyereket is elkülöníteni, nem mennek addig pár napra iskolába, mint amikor a COVID idején az egész népességet kellett volna úgymond elkülöníteni. A szakemberek hangsúlyozzák, fertőzés esetén sem kell pánikba esni, mert antibiotikum kúrával gyógyítható a betegség. Újabb indulatos videóban kérte számon az orosz vezetést a kevés lőszerért Jevgenyi Prigozsin. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint az orosz vezetésben jelenleg hatalmi harc folyik. A Wagner csoport vezetője vélhetően ezért nem kap elég segítséget. A belső viszály ugyanakkor segítséget jelenthet az ukrán hadseregnek. A szavazók 42%-a Vlagyimir Putyint, 38%-a viszont Jevgenyi Prigozsint szeretné Oroszország következő államfőjének. Ez a kép a Prigozsin 2023 elnevezésű Telegram csatornán jelent meg, bár az nem bizonyított, hogy az oldalt valóban a Wagner csoport vezetője kezeli. Prigozsin nemrég indulatos videóban zsoldosai holttestét mutatva vonta kérdőre az orosz hadvezetést, amiért nem küld elég lőszert a katonáknak. Nem sokkal később egy újabb videóban trágár szavakkal egy nagyapáról tett említést. Ezzel a Novoje Vremya ukrán lap szerint Vlagyimir Putyinra utalt. Kaiser Ferenc szerint jelenleg hatalmi harc zajlik Szergej Sojgu védelmi miniszter, Valeri Gerasimov hadseregtábornok és Prigozsin között. Nagyon jól kommunikálja a sikereit, és vélhetőleg ezért nem kap lőszert eleget. Másfelől viszont, amire meg Prigozsin mutatott rá, és ugye a tegnapi nap történése is ezt látszanak alátámasztani, hogy az ő hát zömmel börtönökből toborzott zsoldosai, azok sokkal megbízhatóbbak esetenként, mint a reguláris haderő. A hatalmi harc Kaiser Ferenc szerint kifelé megosztottságot sugallhat, ami megkönnyíti az ukrán hadsereg helyzetét. Bendarzsevszki Anton úgy véli, elképzelhető, hogy Putyin az orosz katonai vezetést tartja a kudarcok egyik okának, a kritikái pedig összhangban vannak a Wagner csoport vezetője által elhangzottakkal. Az orosz rendszeren belül Vlagyimir Putyin irányításával egyfajta ilyen oszd meg is uralkodj stratégia
érvényesül, ahol Vlagyimir Putyin egymással szemben futtat különböző hasonló profilú szervezeteket. Kis Benedek József szerint nehéz meghatározni az orosz magánhadsereg létszámát, mert zsoldosaik számos helyen harcolnak. Ők nem csak az ukrán fronton tevékenykednek, hanem számos külföldi országban, elsősorban a Közel-Keleten és afrikai országokban, Maliban például, vagy Líbiában is jelen vannak, és olyan helyeken tevékenykednek, ahol a célja az orosz állami vezetésnek az, hogy onnan valamit megszerezzen, vagy az orosz állam érdekeit tudják képviselni. A nemzetközi egyezményekhez való viszonyuk azonban vitatható. Ezért több állam, például Nagy-Britannia és Franciaország is terrorszervezetnek nyilvánítaná a Wagner csoportot. Kis Benedek József szerint a fronton jelenleg felderítő akció zajlik az ukránok részéről. Folyik az a keresés, hogy milyen irányban lehetne az orosz erőket megtámadni. Tehát pontosan nem tudják, hogy melyik az a hely, ahol az oroszoknak gyenge a felvonulásuk, tehát kevés katonai erő található. A szakértő szerint a közeljövőben nem várható nagyobb áttörés. Egy éves várakozási időt mondtak egy budapesti kórházban egy híradónknak nyilatkozó epekővel küzdő nőnek, akinek olyan erős fájdalmai vannak, hogy dolgozni sem tud. Komáromi Zoltán házi orvos szerint téves információt kapott a beteg, hiszen a várólistánnél jóval rövidebb. A kórház arról tájékoztatta híradónkat, hogy a megnövekedett számú daganatos betegeik ellátása miatt a másfajta beavatkozások várólistája sajnos hosszabb lett. Egyfolytában fájdalmam van. Judit hasa múlt hét óta görcsöl. Mentőt hívott, de kocsit nem küldtek, javasolták, hogy menjen be magától a kórházba. Még aznap a háziorvosa mentőt hívott hozzá, így került Judit a sürgősségire, ahol epekövet állapítottak meg nála. A papíron rajta van, hogy választott időpontban epehólyag eltávolítása javasolt, de szó sem esett semmilyenről, hogy egyáltalán mikor, vagy hogyan, vagy merre induljak, semmit nem mondtak. A vizsgálat után a folyosón utána rohant egy ott dolgozó. Ő mondta nekem, hogy vigyázzak, mert hogy egy év a várakozási idő. Judit nem tud dolgozni, a WC-re is alig képes kimenni. Fájdalmai miatt utána nézett és kiderítette, hogy magánúton több mint 500 000 forint lenne a beavatkozására, de ez neki nem fér bele. Egy Uzsokiban dolgozó orvost néztünk a gyerekekkel, akinek van magánrendelése, úgyhogy most odakértünk egy időpontot jövő hét csütörtökre. Komáromi Zoltán szerint ilyenkor valóban csak gyulladás és elzáródás esetén műtik azonnal a beteget, de az egyéves várólista megdöbbentette az orvost. Az a gyanúm, hogy a adott intézménybe nem ismertették a beteggel azt, hogy valóban mennyi az intézményi várólista, ami egyébként, ha letöltjük a NEAK honlapjáról, látható, hogy 45-60 napon belül van szinte az ország összes intézményében, hanem becsapták a beteget, és hogyha ő ettől megijedt, akkor logikusan a magánellátás fele fog menni, kockáztatva a családi pénztárcát. Az orvos szerint a várólistákat bőven lehetne csökkenteni. Ehhez a béremeléseken felül arra lenne szükség, hogy az intézmények finanszírozását megváltoztassák. Utána jártunk, mennyi a várakozási idő erre a műtétre. A NEAK honlapján kiválasztottuk a várólisták lekérdezését, majd kijelöltük a megfelelő műtétet, Észak-Közép-Magyarország kiválasztása után a listában az Uzsoki utcai kórház neve mellett megkaptuk az átlagos várakozási időt. 5 nap. Megkérdeztük az Uzsoki kórháztól, hogy hogyan kommentálják Judit történetét, és mióta ilyen hosszúak a várólisták. Válaszukban azt írták, hogy olyan sok daganatos beteget lát el kórházuk, ami miatt a másfajta beavatkozásra várók várakozási ideje meghosszabbodott. Válaszukban nem cáfolták az elhangzott egyéves várólistát, bár a NEAK rendszere mindössze 5 napot mutat. Minden páciens esetében adott a lehetőség, hogy ellátogasson a NEAK honlapjára, majd pedig ott kiválassza a betegségét, a ráváró műtétet, az ő régióját, és utána pedig tájékozódhat, hogy az egyes intézményekben milyen hosszúak a várólisták. Az ATV híradóját André Novák András tudósította. A MÁV és a Volán 10 éves átalakítására tesz javaslatot Lázár János, ehhez több milliárd dollárra lesz szükség, de az építési és közlekedési miniszter szerint megvannak a források rá a nemzetközi pénzpiacon és a szakmai befektetők körében.
Sírásról és könnyáradatról szóló zenét választotta a vasutasok szakszervezete a 20. tisztújító kongresszusának megnyitójához, amelyen Lázár János is részt vett. Az építési és közlekedési miniszter nem titkolta, a körülbelül 8500 km hosszú vasúthálózat felén csökkentett sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A járműpark 50 éves, a dolgozók átlag életkora is hasonló. Szerinte két út áll a vasút előtt, vagy így marad minden, vagy nekilátnak az átalakításnak. Én arra teszek a magyar kormánynak javaslatot a következő hetekben, hogy egy 10 éves átalakítási tervet hagyja jóvá a magyar vasút és a magyar volán, tehát a közösségi kötött pályás közlekedés és a közösségi autópályás közlekedés tekintetében. Ehhez több milliárd dollárnyi pénz kell, amihez Lázár János szerint megvannak a források, a nemzetközi pénzpiacon vagy a szakmai befektetők körében. A járműpark felújításánál a kormány már nem számít a német Siemens cég közreműködésére, mert, mint ahogy fogalmazott, már nem barátkozunk velük. Nem tervezzük, hogy Siemens járműveket vásárolunk. Tavaly a több mint 100 mozdony beszerzéséről szóló tendert a Siemens nyerte el. Eddig, aki a magyar kormánynak, illetve Magyarországnak szállított járművet, azok alapvetően rendben vannak. Legyen szó Siemensről, Stadlerről, vagy bármilyen más járműről. A jövőben felülvizsgáljuk az együttműködéseinket. A mozdonyoknak körülbelül a harmada, a vasúti kocsiknak körülbelül a negyede, a motorvonatoknak pedig körülbelül az ötöde jelenleg nem üzemképes és nem állítható forgalomba. A Közlekedő Tömeg Egyesület egykori alapítója szerint egy országos vasút fejlesztéshez nélkülözhetetlen a budapesti vasúti kapacitások bővítése. Budapest a kulcsa az ország távolsági közlekedésének, a távolsági vonatoknak szinte mindegyike Budapesten kezdődik, vagy végződik, vagy azon halad át. Itt mindenképpen egy kapacitásfejlesztésre van szükség, és enélkül nem lehet vidéken távolsági közlekedést fejleszteni. Lázár János azt mondta, hogy a terve 4,5 millió magyar ingázó életét könnyítené meg. Másrészt ipari versenyképességi kérdés is. Hiszen például a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszögben az épülő akkugyárak és más beruházások dolgozóinak szállításáról is gondoskodni kell.